Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és itt lehetünk. És azt kell mondanom, hogy akik itt vannak, azok szerencsések, nem miattam, hanem a témakör miatt, mert valójában egy nagyon fontos, hát azt kell mondanom, hogy csendes gyilkosról fogunk beszélni. Egy olyan csendes gyilkosról, akit azért el tudunk fogni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet őt befolyásolni és visszaszorítani. És hát ez nem más, mint a magas vérnyomás betegség, és most egy picit a magas vérnyomás betegségről fogunk az elkövetkezendőkben beszélni. Mindig az orvosi hallgatók is meg szoktam kérdezni, hogy mennyi legyen az előadás. Ugye általában az orvosi hallgatóknak két órát szoktunk tartani, egy elsőnek egy második órát, és akkor el szoktam mondani, hogy azt a klasszikus történetet, amikor bemegy a rendőr a pizzériába, és akkor megkérdezi tőle, hogy mit szeretne, és mondja, hát kérem, én egy pizzát szeretnék. És azt mondja a hölgy neki, hogy biztos úr, hány felé vágjam a pizzát, 4 felé vagy 8 felé? És a kisasszony, hát 4 felé tessék meg, 8 szeletet nem tudok megenni. Úgyhogy ugye, hogy hány részbe tartsam az előadást, hogy egy részbe vagy két részbe, hát egy részbe fogom tartani, mert ugye két részt úgyse fognak tudni meghallgatni, úgyhogy össze fogom vonni. Hát, minden előadás úgy kezdődik, hogy van egy kérdés, hogy ki ő? Ugye egy hintaszékben van, és hát látszik, hogy azért ő nincs túl jó állapotban. Van tippünk, hogy ki lehet ő? Megmutatom, hogy ki ő. Őt még itt Teheránban látjuk 1943. december 1-én, itt ő középen. Ő Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államoknak az elnöke, aki látjuk, hogy ugye a kezét itt nyugtatja a térdén, a másik keze is ott van, ugye Churchill és Josif Viszárionovics van mellette, és 43. decemberéről van szó, és aztán megmutatom Jaltát, 1945. februárját, február közepét 11-14-ig, a Jaltai konferenciát, és aki ezt a képet utána kommentálta egy orvosi cikkben, azt mondta, hogy bizony az egészség és a történelem szorosan összefügg egymással, itt már Rooseveltre szinte rá sem lehet ismerni, abban a kezében, amit még tudott mozgatni, ugye cigaretta van, a másik kezét már nyugtatja a térdén, mert az már nem mozog. Tehát ott ugye van egy féloldali bénulása neki, Churchill teljesen magánál van, neki is ott van a szivarja, és hát ugye az, hogy mi áll Stalin fejébe, azt megtapasztaltuk az utána következendő évtizedekben. McIntyre, a Rooseveltnek az orvosa, azt írta a naplójában, a Jaltai konferencia alatt, hogy az elnöknek feszítő fejfájása van, megmértem a vérnyomását, nem tévedés, amit mondok, 320/260 higagymilliméter volt. Vizes ruhát rendeltem neki. Mert abban az időszakban azt gondolták, hogy a vérnyomás azért ilyen magas, hogy az agyi ereknek a véráramlása megfelelő legyen, és aki lecsökkenti a vérnyomást, az tulajdonképpen megakadályozza a tulajdonost a gondolkodásban. És lényeg az, hogy ugye történészek szerint Roosevelt nem nagyon tudta, hogy hol van és mit csinál Jaltában. Tehát gyakorlatilag Churchill és Stalin elosztották egymás közt Európát. És ugye aki ezt írta, Frank Messerli professzor, ugye amerikai, svájci származás amerikai professzor, ugye arról beszélt, hogyha Roosevelt ott jobban ott lett volna, akkor lehet például, hogy ugye a 4 hatalmi övezet az mondjuk Magyarország lett volna, és nem a mázlista osztrákok, és így tovább. Tehát ugye, hogy érdekesen alakult a történelem, és ebben bizony sajnos ebben szerepe volt. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy McIntyre fülorgégész volt, és admirális, és halvány köze nem volt se a katonasághoz, se a belgyógyászathoz, de valamilyen oknál fogva Roosevelt nagyon szerette őt, és amikor aztán ez a kép, ez az állapot bekövetkezett itt, ugye ez Rooseveltnek a halálos széke tulajdonképpen, amikor megkapta a harmadik agyvérzését, ami elvitte, akkor ugye a Becseda kórházban, ahol az ő orvosi dokumentációját őrizték, az eltűnt. És ugye McIntyre-nek volt egyedül kulcsa ahhoz a széfhez, ahol ezt őrizték. Mert ugye nagyon sokan megkérdőjelezték az ő orvosi tevékenységét ugye Roosevelt-tel kapcsolatban. Aztán hát nem is folytatta tovább ugye az elnökök között az úgymond áldásos tevékenységét. Aki ezt az ábrát megjegyzi, az tulajdonképpen megjegyzi azt, hogy miért veszélyes a magas vérnyomás. Mert itt lehet látni 1935-öt, és ugye itt láttuk 45 februárját. Itt van az elnöknek a vérnyomása. 35-ben a vérnyomás az gyakorlatilag 130/60 higanymilliméter. Mindjárt nagyon örülünk, amikor 130/60 higanymillimétert látunk.
egy artériás vérnyomásról van szó, itt vannak a higanymilliméterek, itt van az idő, és ahogy halad előre az idő, az évek, ahogy haladnak előre, ugye nem volt kezelve az elnök, a vérnyomása egyre kezdett emelkedni, és láthatjuk azt, hogy az EKG-n megjelenik az LVH, a left ventricular hypertrophy, a bal kamra hipertrófia, tehát a bal kamrai izomtömeggyarapodás, és megjelenik a proteinúria, a fehérje ürítés, ami kezdetben egy kereszt, aztán két kereszt. Ezeket nevezzük a magas vérnyomás úgynevezett célszervi érintettségének. Ebből lehet lemérni, mert a vérnyomás az sosem fáj. Tehát amikor már elkezd tőle fejfájás kialakulni, akkor már ugye előreadott állapotról van szó. Itt lehet látni, ugye a közelmúltban volt az évforduló, a partra szállás, az overload hadműveletnek a D-napját, akkor ugye megemelkedett a vérnyomása, aztán utána fokozatosan ment, ugye itt látjuk a választásokat, majd pedig ugye itt volt Jalta. És lényeg a lényeg, hogy őt már Jalta előtt közvetlenül ugye érte egy iktusz, tehát egy ütés, és aztán ugye Jaltában is fenn volt a vérnyomás, és itt látjuk megint egy 350-es érték, 200-as vérnyomással, akkor beröccsent, és akkor meghalt. Tehát igazából egy olyan vérnyomásnak a élet útját látjuk, amit nem befolyásoltak megfelelően, kialakultak a célszervi szövődmények, majd pedig bekövetkezett a röccsenés. Tehát a vérnyomásnak a veszélye nem abban van, hogy 140 vagy 150 per 90 vagy 100 higanymilliméter, hanem az úgynevezett szervi érintettsége van alapvetően problémánk, és a legvégén okoz ő adott esetben egy olyan szervi eltérés, például egy érszakadást az agyban, ami közvetlenül az életkilátásokat befolyásolhatja. Itt lehet látni azt, hogy valójában a vérnyomás a statisztikailag mit okoz. Körülbelül 8 millió halálesetet jelent évente, ez statisztikailag tisztítva van, tehát itt nem a szövődmények, hanem konkrétan a vérnyomásról összefüggő halálesetekről van szó. És azt lehet mondani, hogy ha nem jól kezelik a magas vérnyomást, akkor a kardiovaszkuláris, tehát a szívérendszeri halálozás az duplája azokének, akiknek normál a vérnyomása. Lehet látni azt, hogy a koszorúérbetegségnek az első, az agyi érintettsége a második, tehát a cerebrovaszkuláris inzultus, a stroke, az a második leggyakoribb halálok, és mind a kettőnek a legfontosabb tényezője a magas vérnyomás. Tehát ez az a úgynevezett szürke eminenciás, ami ott áll a háttérben, és hát sajnos az esetek felében nem jó a vérnyomás ezekben a szívvérrendszeri betegekben, és körülbelül kétharmadukban még a nem jó vérnyomáshoz koleszterin eltérés is társul. Tehát ez az a halálos kvartett, ahogy nevezik, a vérnyomás, a cukor, a koleszterin, és önmagában még a többi anyagcsere termék, ami ugye a problémát előidézi. Itt lehet látni egy nagyon hát elgondolkodtató statisztikát, előbb a férfiak vonatkozásában. Ez az úgynevezett standardizált halálozási arány 100 000 lakosra vonatkoztatva, és Magyarországot itt lehet ebben látni. Ez az átlag, és a magyar átlag az körülbelül itt helyezkedik el. Ugye itt a 2004-et látjuk, május 1-jét az Európai Unióhoz való csatlakozást. Itt vannak a régi tagállamai az Uniónak, ők ugye a Montán Unió, az egyenlők között a még egyenlőbbek, és itt vagyunk mi, akik utólag csatlakoztunk, és hát ugye nem nagy dicsőség, Bulgáriát meg Romániát tudjuk megelőzni a halálozásban, és bizony nem nagyon jól állunk, és ez a különbség ugye erőteljesen megvan köztünk, de ugyanezt meg lehet mutatni a hölgyek vonatkozásában, tehát nálunk ez a halálozás az európai átlag kétszeresének felel meg. A még egyenlőbbeknél ugye egyenletesen le tudták szorítani, azért tudták leszorítani, majd meg fogom mutatni, mert a nem gyógyszeres módszerekben ugye nagyon sok erő rejlik, és ott valamilyen módon az emberek jobban figyelnek magukra, jobban komolyan veszik, hogy ami nem fáj, az is lehet veszélyes. De hogyha az országon belül nézzük meg ezt az eloszlást, ez is nagyon tanulságos. Ugye minél pirosabb a térkép, annál nagyobb a halálozás, és minél világosabb, ott az adatok egy kicsikét hiányoznak, és minél zöldebb, ugye, annál jobb. Tehát látjuk, hogy itt Szeged és Pécs környéke, meg Debrecen környéke, meg Budapest, az jobb az országos átlagnál. Miért is? Mert itt vannak az orvostudományi egyetemek. Tehát erőteljesebb, jobb a kezelés, jobb a propaganda, jobban át tudjuk vinni az üzeneteinket. Ugyanakkor viszont látjuk, hogy az országnak a keleti fele az nem olyan túl jól áll. Érdekes módon még Baranya megye az, ahol valami rejtélyes oknál fogva ott nem nagyon mennek át az üzenetek. Tehát érdemes lenne erre rátenni, de majd ez egy másik előadás lesz, ugye a gazdasági
a jövedelmi viszonyokat, és így tovább, mert azért azzal is elég érdekes összefüggéseket lehet megmutatni. Szóval ezek a problémák itt vannak közöttünk, és nagyon tanulságosak. És hát a vérnyomás azért nagyon fontos, mert ez úgynevezett befolyásolható kockázati tényező, hiszen ha megnézzük ezeket a szívvérrendszeri kockázati tényezőket, akkor nem véletlenül van az első helyen a magas vérnyomás, ugye, hát már mindenki tudja, hogy ezt hipertóniának vagy hipertenziónak hívják. Akik itt vannak, most elmondom a titkot, hogy ugye mi a különbség a hipertónia meg a hipertenzió között. Ugye a magyarban semmi, mert mind a kettő magas vérnyomást jelent, viszont az angol nyelvterületen a hypertension az jelenti a magas vérnyomást, a hipertónia az meg az izmoknak a görcsös összehúzódását. Tehát azért használjuk ugye inkább a hipertenzió kifejezést. Természetesen a cukorbetegség, a lipidek, a testsúlytöblet, a dohányzás és maga az életkor. Na, ezek már a nem befolyásolható tényezők. Ugye az, hogy milyen neműek vagyunk, azt többnyire nem szoktuk tudni befolyásolni, nem is érdemes. Az, hogy hány évesek vagyunk, azt se nagyon tudjuk. Az, hogy mit hozott a gólya, azt se nagyon tudjuk. De nagyon sok mindent meg tudunk befolyásolni, és ezeket érdemes is befolyásolni, és ezek között a magas vérnyomás kb. Kétharmad részt elvisz. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha valakinek jó a vérnyomása, vigyáz a vércukrára, a koleszterinjét bent tartja, ha neki megfelelő normál tartományban és nem dohányzik, akkor már csak jó szerencse kell ahhoz, hogy elérjük a százat. Tehát ilyen egyszerű ez valahol, meg ennyire bonyolult. Hogyha megnézzük ezt az ívet, ez fejezi ki a lényeget, ez az úgynevezett szívvérrendszeri kontinuum, tehát a tér. Brown és Zhao és Brown volt azok, akik ezt klasszikusan megalkották, és azt lehet belőle kiolvasni, hogy tulajdonképpen valamennyien innen kezdjük a kockázati tényezőkről, amiket ott felvetítettem, aztán, hogyha nem történik meg a megfelelő beavatkozás, akkor elkezdenek meszesedni az erek, elkezd a balkalmat tömege gyarapodni, kialakul a koszorúérbetegség, a szívizom oxigénhiányossá válik, aztán, ha oxigénhiányossá válik, előbb-utóbb megjelenik benne a trombózis, aspirin, ugye? Itt fejti ki a hatását, hogy ne legyen. Bekövetkezik a szívinfarktus, aztán, hogyha a szívinfarktus van, heg van, ha már heg van a szívizomban, akkor már nem olyan az ingerületképzés, nem olyan a vezetés, átalakul a szívizomnak a struktúrája, kezd kitágulni a kamra, megjelenik a szívelégtelenség, és bizony egy pangásos szívelégtelenségnek a halálozása az sokkal rosszabb, mint egy daganatos betegségé. Mindenki a ráktól retteg, pedig a szívelégtelenségtől kéne rettegni, mert az 5 éves túlélés az rosszabb, mint 50% szívelég. A daganatoknál ott már szerencsére, akinek olyan, hogy jobban tudunk befolyásolni, és utána következik a halálozás. Tehát ezek közül, hogyha a vérnyomást önmagában megfogjuk, akkor ez a nehezen befolyásolható ív nem fog megindulni. Na most erre azt lehet mondani, hogy jó, hát ezt tudjuk, hogy általánosságban így van, de lehet-e arra adatot mutatni, hogy a magas vérnyomásosok és az úgynevezett normál vérnyomásosoknak a halálozása, ugye, hogy néz ki? Itt lehet látni ezzel a zöld kockával a magas vérnyomásosoknak a halálozását, a barnával pedig a normál vérnyomásúakét, és bizony a szívelégtelenek vonatkozásában, a vesebetegeknél, vagy a stroke, tehát a központi idegrendszeri történéseknél látjuk azt, hogy mennyivel nagyobb egy magas vérnyomásosnak a halálozásra az esélye, agy vonatkozásában ugye akár négyszeresen is nagyobb lehet, mint hogyha vérnyomás rendben van. És ugye ezt úgy lehet megnézni, hogy akkor ez igaz-e, hogy a fordítottját megmutatom, hogy a normotóniásoknál viszont természetesen az úgynevezett egyéb halálokok jelennek meg, hiszen a vérnyomás itt ugye nem játszik szerepet. Tehát azt lehet mondani, hogy valóban a vérnyomás hozza ezt az állapotot. Na most hát akkor azt lehet mondani, hogy mi a fenének van vérnyomásunk? Hát mert hogyha nem lenne vérnyomásunk, akkor meg nem élnénk. Mert a tervező az azt csinálta, hogy mindenkinek adott körülbelül 5-6 liter vért, egy folyadékot. A folyadékot elvileg a mi metafizikánkban nem lehet összenyomni. Nem, mint a hidraulika, amivel működik millió egy berendezésünk, nem összenyomható a folyadék, viszont az érrendszerünknek a kapacitása az körülbelül 25-30 liter. Tehát azt a nagyon nehéz feladatot kell megoldani a szervezetnek, hogy ebbe a 25-30 literes érkapacitásba beleönteni ezt az 5 liter vért úgy, hogy mindig, mindenkor annyi legyen, úgy és olyan nyomással ott és ahol kell. Amikor vitatkozunk, amikor alszunk, amikor autót vezetünk, amikor iskolába vagyunk, amikor itt ülünk, természetesen egész más viszonyok vannak, mint a sportolunk, vagy futunk, vagy eszünk. És mégis ennek a rendszernek működnie kell, és igazából a nyomás a vérnek a
az a fajta nyomása, amit az érfal gyakorol rá. Tehát valójában, amikor vérnyomásról beszélünk, akkor az érfalnak, a rugalmas falú érfalnak az a vérre való feszülését mérjük meg, mert ez csak úgy lehetséges, hogyha rugalmas az érfal. Ha az érfal nem lesz rugalmas, hanem megmerevedik a veszesedés miatt, akkor ezek a rendszerek nem tudnak működni. Olyankor van az, hogy felugrik az égbe a vérnyomás, szoktak panaszkodni, hogy ingadozik a vérnyomásom, hogy egyszer 200, egyszer meg 90. Hát sajnos olyankor már az érelmeszesedés egy olyan fázisban van, amit a vérnyomás szabályzó központ nem tud kikalkulálni. Na most azért nem olyan régen jöttek erre rá, hogy ez így van, tehát hogyha most egy picit visszamegyünk mondjuk oda 1733 környékére, akkor ez a Stephen Hales volt az, aki ugye egy nem önként jelentkező lovat elkapott, beletolt az artériájába, a verőerébe egy részcsövet, utána ezt egy üvegcsőhöz illesztette, és ugye észrevette azt, hogy körülbelül 3 méter magasra a ló szívműködésével párhuzamosan, szinkronba a véroszlop elkezd mozogni, és hát akkor ugye az állatvédők azok még sehol nem voltak, elkezdték szegény országot kivéreztetni, és ahogy folyt ki belőle a vér, úgy az oszlopnak a mozgása, a véroszlop mozgása egyre kisebb lett, és aztán szegény ló ugye elpusztult. Hát ugye így vérnyomást mérni azért nem lehet, meg nem szabad, de egészen kellett várni ugye 1896-ig, amikor ugye Scipione Rivarocci leírt egy módszert a mérésre. Tehát amikor valaki a zárójelentésében azt látja, hogy RR, akkor ez az RR, ez Rivaroccira utal. Az orvostanhallgatóknak érdekes a kérdés, hogy hány ember volt Rivarocci, az RR. És akkor ugye, akik soha nem készültek, azok azt mondják, hogy az 2 ember volt, a Riva meg a Rocci. De nem, a Riva Rocci az 1 ember volt, és ugye kellett az hozzá, hogy a fakerekű bicikliből gumikerekű bicikli legyen. Azért, mert a Riva Rocci észrevette, és hogy ez egy nem más, mint egy kerékpártömlő, mint egy felfújható kerékpártömlő, és rájött, hogy ezt kiválóan lehet módosítani, úgyhogy ráteszik a felkarra, fölpumpálják, és utána egy higanyoszlottal pedig elkezdi mérni. És ezt a Gazzetta Medica di Torino-ba közölte le ezt a megfigyelését, és onnostól fogva kezdték mérni higanyos vérnyomásmérővel a vérnyomást. Igen ám, de csak hogy ezzel a módszerrel ugye csak az úgynevezett első értéket, a szisztolés értéket lehetett megmérni, és akkor jött ugye Korotkov, és Korotkov volt az, Nikolaj Szergejevics Korotkov, aki cári katonaorvos volt. És ilyen olyan oknál fogva ugye elvezényelték Szibériába, az volt neki ideje gondolkodni a dolgokon, és ugye a fonendoszkópot, a Leinek-féle fonendoszkópot használta föl, és rájött, hogy amikor elszorítják az eret ezzel a Rivarocci-féle módszerrel, és kezdik fölengedni a nyomást, akkor 5 különböző hangot lehet megkülönböztetni abban a vonatkozásban, hogy hogy szól az érfal, amikor csökken a szorításnak a mértéke, amikor teljesen fölpumpálják, megszűnik az áramlás, 0 hang lesz, ugye elnémul mindez. Ugye ott le van írva, hogy mi történik, és hogy elkezdi fölengedni az első dobbanást, azt nevezzük szisztolés értéknek, azaz vérnyomásnak az első értéke, és ahogy egyre jobban engedem föl, az a hang kezd elhalkulni. És amikor már teljesen elhalkult, és nem hallom, az az 5. hang. Tehát ugye ez a trükk, hogy amit nem hallok, az az 5. hang. Ez azért van, mert amikor fölengedem, akkor úgynevezett turbulens, tehát forgójellegű áramlás rázza meg az érfalat, az jól hallatszik, és amikor az áramlás laminárissá válik, tehát egyenletessé válik, akkor nem hallom. Na most, amikor valaki hallja a párnán a fülben a szívdobogását, ugye ez gyakori, úgymond panasz szokott lenni, akkor semmi más nem történik, csak az, hogy a nyomás hatására ott a fülben egy kis erecskét megnyomunk, amivel szimuláljuk ezt az állapotot, teljesen ártalmatlan jelenség. Általában, hogyha feszültebbek vagyunk, akkor szoktuk jobban megfigyelni a saját szívdobogásunkat a fülünkbe. Tehát ez volt ezek a Korotkov féle hangok, és mind a mai napig ezzel jellemezzük a vérnyomást. Na most igazából, hogy ennek mi a jelentősége, ahhoz több idő kellett, hogy elteljen, és Richard Bright volt az, aki ugye itt 1836-ban leközölte a fehérje vizelő betegeinek, 100 fehérje vizelő betegének a tapasztalatait, és tulajdonképpen ő ekkor már a magas vérnyomásnak az egyik szervi érintettségét, a vesének az érintettségéről írt, hiszen hogyha a magas vérnyomás érinti a vesét, akkor az általában fehérje vizeléssel szokott együtt járni. Lehet más oka is, de döntően a vérnyomás, de ezt ők még akkor nem tudták. És egészen 1874-ig kellett várni, amíg a Frederick Akbar Mohamed leírta, hogy mi áll
a Bright-féle megfigyelésnek, a fehérjevizelésnek a hátterében, és ő írta le, hogy ez bizony nem más, mint a magas vérnyomás. Hát ugye megint arról lehetne külön beszélni, hogy a Frederick Akbar Mohamed egy indiai mosónőnek, meg egy angol katonatisztnek a fia volt, és úgy lett orvos, ugye, hogy azért Anglia, aki most ugye hajlamos nekünk megmondani, hogy merre hány centi, azért ugye visszatekinthet a saját történelmébe, hogy hány ilyen volt, hogy a mosónőnek, meg a katonatisztnek a fia. De minden esetre a vérnyomás az innen indult el karrierjére, és ennek körülbelül 145 éve van. Tehát Mohamed volt az, aki a Bright korról leválasztotta a magas vérnyomást, és innestől fogva kezdett a magas vérnyomás szárnyalni. És ha most adnunk kéne egy képletet, hogy fizikailag mi a magas vérnyomás, egy borzasztó egyszerű dolog, mert valójában a perc térfogatot, azaz a szív által az egy perc alatt a keringésben nyomott vérnek a mennyiségét, megszorozzuk azzal az ellenállással, amivel szembe a vért a szív kipumpálja. Tehát ez a szorzat a vérnyomás, és akkor ugye akkor lesz magas vérnyomás, hogyha vagy megnő a percvolumen, tehát gyorsan elkezd dobogni a szív és több vér tol be a keringésbe, vagy pedig az az ellenállás nő meg, amivel szembe betolja. Mindenki tudja, hogy hol van ez az ellenállási központ, hát ez a hasunk. Tehát a bélfodor, a mezentérium az, ami a perifériás rezisztenciának a fő részét képezi, itt tudja a szervezet a legjobban szabályozni a vérnyomásnak a mértékét, és hát ezért nem egyszerű az, hogyha ott ugye van egyfajta konkurencia a hasűrbe, mert ugye azt a szervezet nem tudja azt a nyomást ugye visszaszorítani olyan mértékben. Hát persze azért lehet ezt bonyolítani, és akkor itt lehet a bonyolítást látni. Ez az, amit látunk, hogy mennyi sót eszünk meg, mennyit örököltünk, mennyire vagyunk feszültek az érfalra, a szimpatikus idegrendszerre, és három nagy csoportja van ennek, itt van a vese, a folyadékháztartással, és enzimet is termel, ami a vérnyomásban szerepet játszik, itt vannak az erek, az ereknek a érfal keménysége, és az ereknek a falvastagsága, ahogy mondtam, a rugalmas rendszernek játszik egy szerepet, és ezt hangolja össze a központi idegrendszer, az úgynevezett renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer segítségével. Ez egy remekül kitalált rendszer, amelyik igazából nem veszélyeztetne bennünket, hogyha a vérnyomás bent maradna a megfelelő tartományba. De hát akkor mi a megfelelő tartomány? Ugye most már az a kérdés, hogy látjuk, hogy fontos, látjuk, hogy kell, látjuk, ha sok van belőle, akkor nem jó. Tehát akkor mi lenne a jó? Hát 1972-ből Sir George Pickeringtől van az első definíció, aki azt mondta, hogy valójában a normál és a kóros vérnyomásnak a meghatározása az egy nem egy egyszerű dolog, de az teljesen biztos, hogy minél magasabb a vérnyomás, annál több a halálozás. Ez igaz, de még mindig nem tudjuk a normál értéket. Akkor ugye a Burton Rose azt mondta 1980-ban, már itt vagyunk, már 80-ban vagyunk, hát 80-ban már ugye itt voltunk, ez tegnap volt, ugye, hogy bizony az a vérnyomás határ, amin túl az aktivitás, magyarul a gyógyszerszedés, az több hasznot hajt, mint hogyha nem szedem a gyógyszert, azaz várakozok a terápiával. Lefordítom. Tehát, hogyha elkezdem kezelni, akkor többen maradnak életben, mint hogyha nem kezdem el kezelni. De hát erre azért számok kellenek, mert ugye a napi életben azért valamit mondani kell, és hát azt tudjuk mondani erre, hogy bizony a vérnyomás az érdekesen viselkedik, mert hogyha 140 per 90 alatt vagyunk, akkor ők a normál vérnyomásúak a népességbe. Aztán vannak olyanok, akiknél az orvosnál délelőtt, vagy amikor elmennek a rendelésen, normál a vérnyomásuk, mert úgy megijednek, hogy kiszalad belőlük a vér, és leesik a vérnyomásuk, és amikor hazamennek, akkor még magas a vérnyomásuk, délután, hajnalba. Ugye szegény paciensek nehéz helyzetben vannak, ha nem ismerik régóta egymást az orvossal, mert akkor ugye az egyszerű orvos hajlandó azt mondani, hogy hát szórakozzon itt velem, hát 120 a vérnyomása, most nehogy már, biztos rosszul mér. Ilyenkor föl kell tenni a 24 órás vérnyomás monitort, és be kell bizonyítani, mert a maszkírozott vérnyomás emiatt sokkal veszedelmesebb, mint a tartós vérnyomás, vagy mint a fehérköppeny, mert nem veszik komolyan. Aki nem ért hozzá, nem veszik komolyan. Aztán vannak a fehérköppeny magas vérnyomásosok, akik az orvosnál hatalmas vérnyomásokat produkálnak, hazamennek és jó a vérnyomásuk. Természetesen a fehérköppeny vérnyomás arra utal, hogy ugye hajlamosak stresszre. Tehát ezt azért figyelni szoktuk, hogy hogy alakul, és hát vannak a klasszikus magas vérnyomásosok, akiknél 140 per 90 fölött van a vérnyomásnak az értéke, mert a bűvös határ az a 140 per 90 higanymilliméter. A fölött azt mondjuk, hogy magas vérnyomás van, 140 per 90 alatt azt mondjuk, hogy normál vérnyomás van. De ugye az orvos, és aki ezzel foglalkozik, az az úgynevezett jól értesült optimisták kategóriájába tartozik.
A jól értesült optimistát az hogy mondjuk egy szóval? Az a pessimista. Aki tudja, hogy mi fog történni, az a pessimista. Ugye Oscar Wilde azt mondta, ő neki volt oka rá, hogy pessimista legyen, hogy az az abszolút pessimista, aki két rossz közül mind a kettőt választja. Hát ugye itt a mind a kettő, a szisztolés meg a diasztolés érték, hogyha fönt van, az mind a kettő az rossz, és ezért még a normál vérnyomáson belül is elkülönítünk három kategóriát, azok vannak abszolút biztonságban általában, akiknek 120/80 alatt van a vérnyomása. Akiknek 120 és 130 között van, ott azt mondjuk, hogy ők a normál vérnyomásúak. És akinek 130 és 140 között van, ott azt mondjuk, hogy felső normál vérnyomásúak. És erre mondtam a jól értesült optimistát, hogy örül neki, hogy 130 és 140 között van. Igen, de én jól értesült vagyok, és tudom, hogy pár éven belül a 130 és a 140 közül rövidesen biztos, hogy fölé haladja a 140-et. És akkor azt mondjuk, hogy 140 és 160 között van az első stádium, 160 és 180 között van a második stádium, és 180 fölött a harmadik stádium. Tehát viszonylag egyszerű beosztani. Ez nem azért fontos, hogy bonyolítsuk, hanem ennek a függvényében tervezzük meg a kezelésnek az erősségét. Például 180 fölött, ha biztos úgy van, akkor az intézeti fölvétel és intézeti beállítás. Hogyha 160 és 180 között van, akkor megnézzük, hogy tényleg úgy van-e, és akkor adunk pár hét egérutat. Hogyha 140 és 160 között van, akkor pedig általában nem szoktunk befekvést ajánlani, mert akkor azt meg szoktuk tudni oldani nem gyógyszeres módszerekkel vagy egy-két tablettával. Mert a vérnyomás az nagyon ravaszul viselkedik, ugye mondtam, hogy mindig alkalmazkodik a körülményekhez. Hát itt van néhány vérnyomás változás, tehát ezért van az, hogy vérnyomást csak úgy szabad mérni, hogy 5 perc nyugodt üldögélés után, legalább fél órával előtte nem cigarettáztam, azt egyébként se, nem ittam kávét, nem néztem a híradót, hanem nem olvastam újságot, hanem szépen nyugodtan üldögéltem, és utána megmérem a vérnyomást, és utána mérek még egyet, 2 perc múlva, és általában a második érték szokott igaz lenni, mert a vérnyomásmérő manzsetának a szorítása az önmagában megugrolhatja a vérnyomást, és addig mérek, amíg 5 higanyméléteren belül nem jön a különbség. Na és az lesz a vérnyomás. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy alapjáratot autón állóhelyzetben nézünk, nem pedig hegymenetbe vagy lejtőn. Tehát ez az igazi vérnyomás, és ez az igazi vérnyomás változhat meg jellemző módon. Mindenki kiválaszthatja, hogy melyik a szimpatikus számára, és ezért szoktuk azt mondani, hogy ne beszélgessünk mérés közben, mert a mellkasrezgés befolyásolja az érzékelőnek a rezgését, mert az érzékelők, az oszcillometriás mérők, azok ugye a érfalnak a mozgását végzik, és ugye nem akkor kell megkérdezni, hogy akkor fölteszem a vérnyomásmérőt, hogy akkor mikor is halt meg a szomszédja? Meg érdekes, neki is pont olyan betegsége volt, mint magának. Tehát ugye ilyenkor nem mérek vérnyomást, mert akkor ugye probléma van, tehát igyekezni kell semleges szituációt biztosítani. Hát itt lehet látni a mérési technikákat, hogy ugye 5 perc nyugodt ülőhelyzet, függőleges tapintással fölé megyek, 2 mérés, 2 perc különbséggel. Na most ugye azt a kérdést szokták föltenni, hogy melyik karon mérjünk, jobb karon vagy a bal karon? Mindegy. Azon a karon kell mérni a jól értesült optimista verziójára, ahol egyébként magasabb szokott lenni a vérnyomás, mert nem vagyunk belülről szimmetrikusak. Nincs olyan, hogy a jobb karon magasabb, meg a bal karon, mert bal oldalon van a szív. A szív az nem a bal oldalon van, hanem középen van. Csak belülről az erek nem szimmetrikusak, az egyik oldalon két irányba ágazik el az aorta, a másik oldalon van egy közös törzs balra, és abból ágazik el. 10-12 higanymilliméter lehet a két kar között minden további nélkül, az normális, tehát az nem számít rossznak. Van akinél egyforma, tehát teljesen mindegy. Na most hát itt vannak ezek a csodálatos eszközök, hogy az Európai Unió az, hogy így mondjam, betiltotta a higanyos vérnyomásmérőket, meg általában a higanyt. Tehát ugye ezért nem lehet higanyos lázmérőt kapni, meg higanyos vérnyomásmérőt. Azzal együtt a gold standard, tehát az arany jellemző érték, az higanyos mérő, tehát minden egészségügyi intézményben van higanyos mérő, mert ahhoz tudjuk hozzámérni a többieket. Aki otthon van, az se ijedjen meg tőle, csak ne legyen szabadon a higany, mert ugye az gőzölög, meg ugye szétszalad. Tehát mindenki tölt egy gyerekkorában lázmérőt, tehát tudjuk, hogy mit csinál a higany. Ugye? Tehát azt nem érdemes. Ezek az úgynevezett oszcillometriás mérők, ezek az évfalrezgést figyelik, ne legyen köztük új mérő, és ne legyen köztük csuklómérő. Az új mérő az abszolút nem szabad, az becsap. A csuklómérőnél pedig, hát ott is ugye nagyon kell vigyázni, mert a manzsettának szívmagasságba kell lenni, tehát be kell emelni. Tehát az a probléma, hogy két artéria megy az alkaron, van egy a
orsócsont felől, meg van egy ugye a sinkcsont felől, tehát a radiális, az ulnáris artéria, tehát ott be lehet csapódni. A biztos mérést azt felkaros mérővel lehet jól megcsinálni. Természetesen, hogyha valakinek úgynevezett aneroid mérője van, tehát ami membránnal megy, légnyomás membránnal megy, az is pontosan olyan jó tud lenni, meg ezek is mérnek. Megy a fölvétel, tehát most ezt csak így magunk közt mondom, hogy ezek a úgynevezett oszcillometriás mérők kiválóan megmérik a felső értéket. Akkor, hogyha valaki szinuszritmusban van, tehát magyarul, hogyha normál ritmusban van, ha valaki pitvarfibrillál, vagy extrázik, tehát különütései vannak, ugye az extrázást, akinek van, az tudja, hogy mit jelent, akinek meg nincs, az ne tudja meg. Tehát ugye ott ezek a mérők csacsiságokat mutathatnak. Tehát ezért, hogyha furcsaság van, akkor meg kell mérni többször, és meg kell nézni újra, vagy pedig kézzel meg kell fogni ennél a mérőnél is, hogy mikor üt be, és akkor az a felső érték. Amikor pitvarfibrilláció van, akkor pedig vagy nagyon speciális mérőt kell venni, és utána kell olvasni, hogy kinek van ilyen mérője, most nem akarok cégneveket mondani, hogy kiknek van, vagy pedig azt is ugye kézzel kell mérni. A második érték az olyan, mint az árnyék. Tehát az, hogy mekkora az árnyék, az attól függ, hogy milyen magas a fa, meg hogy honnan süt a nap. Az, hogy milyen magas a fa, az a szisztolés érték, meg hogy honnan süt a nap, az meg a pulzus szám. Tehát igazából ezeknek a mérőknek a döntő többsége a diasztolés értéket, a második értéket, az csak kikalkulálja. A szisztolés értékből, amit megmér, meg a pulzus számból, amit megmér. És ezért van az néha, hogy egészen furcsaságokat szoktak mutatni diasztoléra. Mindenkinek azt szoktam mondani önöktől, és azt kérem, hogy ne foglalkozzanak a diasztolés értékkel, mert hogyha a szisztolé jó, meg a pulzus jó, akkor akármit is mutathat. Tehát nem érdekes a dolog. Na most hát ugye a vérnyomás az egy nagyon érdekes jószág, mert a szívütésről szívütésre változhat, és ennek a változásnak a mértékét nevezzük vérnyomás variabilitásnak. Ez a változékonyság, ez egy jellemző érték, azt szeretjük, hogyha minél kisebb a vérnyomásnak a változékonysága, mert az rángatja a legkevésbé az ereket. Itt lehet látni, amit mondtam, az optimális 120 alatt 130 magas normális, és itt vannak az egyes fokozatok, és van olyan, hogy valakinek 140 fölött van a szisztolés értéke, a diasztolés, amely 90 alatt van, az számít, hogy a felső érték mit mutat. Tehát azért mondom, hogy ez az érdekes, erre kell utaznunk. A diasztolés nem is tudjuk nagyon befolyásolni. Na most hát kérdés az, hogy vajon hogy néz ki ez a gyakoriság, ugye a nemek szerinti megosztásban, a férfiak ugye sötéttel vannak ábrázolva, a hölgyek pedig világossal, és akkor nagyon jól lehet látni, hogy a menopauza előtti periódusig általában a férfiaknak magasabb a vérnyomása. Tehát ők ugye alfábbak, és ugye nagyobb a stressz, nagyobb a mozgékonyság és magasabb a vérnyomás, és a hölgyeket még véri a hormonális rendszerük. És amikor bekövetkezik a menopauza, akkor körülbelül abban a periódusban, azt követő 5-8 évben a vérnyomásban átveszik a vezetést a hölgyek, és a hölgyeknek lesz magasabb a vérnyomása, a férfiaknak valamivel alacsonyabb, de jól lehet látni, hogy az életkor előrehaladtával a vérnyomás az emelkedik. Tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy annyi százaléka a népességnek magas vérnyomásos, amennyi a 10-ben kifejezett életkor. Tehát, hogyha valaki ugye 60 éves korban általában 60%-nak magasabb, ugye 70-ben 70, 80-ban 80, és ugye aki magasabb kort ér meg, ott meg szinte biztos. Miért is? Mert az érelmeszesedés miatt elmerevednek az erek, és akkor ez a kompenzatórikus mechanizmus a rugalmassággal, ez nem működik. Na itt lehet látni, hogy a szívérrendszeri történéseknek a gyakorisága, ugye hogy fog kinézni a kockázat. Lehet látni a magas normális, a normális és az optimális vérnyomást. Tehát erre mondtam azt, hogy igaz, hogy 140/90 alatt van, de azért mégis azt szeretjük, hogyha inkább normál vagy optimális. Ugye bizonyára önök is hallottak a sprint vizsgálatról, ugye az amerikai sprint vizsgálatról, ugye ez körülbelül egy két évvel, másfél évvel ezelőtt volt nagy durranás, és hát ugye föltalálták a csőtésztába a lyukat, mert az lett az eredménye a vizsgálatnak, hogy azok jártak a legjobban, akiknek 120/80 volt a vérnyomása. Hát persze, általában. De ugye ez így azért nem igaz, mert akinek vesebetegsége van, akinek szívbetegsége van, akinek esetleg cukorbetegsége van, ott egészen mások a normál értékek, tehát ott mindig egyénre szabjuk meg a normál értéket. Tehát, hogyha valaki ugye a hármasugrásnak, meg a sima távolugrásnak az elérhető átlagát átlagolja, és akkor azt gondolja, hogy egyszer ugrik egy hármasugrást, egyszer meg egy sima távolugrást, hogy onnastól fogva majd el tud ugrani az átlagára, nem tud elugrani. Tehát ugye azt mindig egyénileg kell megszabni, hogy kinek mi legyen a vérnyomása, de azért azzal együtt lehet tudni, hogy körülbelül mi mikor fog bekövetkezni.
Ugye itt lehet látni, mint ahogy Linnének van a virágórája, ugyanígy megvan a történéseknek is az órája, mindenki körülbelül be tudja lőni, ki tudja próbálni, nyilván nem szívérendszeri történés vonatkozásában, de mondjuk egy derékfájás, egy hátfájás, vagy egy ízületi fájdalom, vagy egy klaszter fejfájás, vagy fekélyperforáció, hol szokott jönni, meg ugye a közfény, ugye itt látjuk. Tehát általában azt mondhatjuk, hogy a hajnali órák azok, amikor a szívérendszeri történések jönni szoktak, ez azért van, mert ugye éjszaka vérnyomásnak le kell mennie, és amikor kezdünk fölébredni, akkor úgy, mint amikor az éjjeli őr körbe megy a gyárba és kapcsolja fölfelé a motorokat, akkor egy nagyon nagy teljesítményfölvétel történik, és az a szervezetben is ugye a kortizol elkezd megemelkedni, ugye a hormon, és a vérnyomás meg tud emelkedni, és hogyha az nem jó van beállítva, akkor szokott az úgynevezett hajnali jelenség formájában megjelenni. Tehát érdemes ezekre egy picit odafigyelni, hogy a reggeli vérnyomásunk ugye jó legyen. Na most hát az életkortól ez, ahogy mondtam, nagyon függ. Itt van ez, hogy látjuk a százalékos értékeket, a gyakoriságot, az életkornak az előre haladtával. Nem mindenki lesz magas vérnyomásos, hogy kor előre haladtával, de a gének rengeteget számítanak. Tehát pusztán attól, hogy valakinek ugye az életkora egy tisztes tartományba kerül, nem kell elkeserednie, hogyha nem magas a vérnyomása. Mert azért továbbra is igaz, hogy egy alacsony a vérnyomás érték ugye az a hosszú távú szövődménymentes életnek azért a titka. Meg szokták tőlem kérdezni, mi van, akinek alacsony? Hát az alacsonynak, mondtam, hogy jó sokáig fog bajlódni vele, akár 100 évig is. Mert ugye problémát okoz, álmosságot, panaszt okozhat, de hogyha nem valamilyen hormon probléma, vagy nem valamilyen idegrendszeri probléma, ezt gyorsan ki tudjuk zárni, akkor örüljön neki, hogy olyan sokáig fog neki úgymond gondot okozni. Na most hát a gyakorisága nemek szerint, ugye ezt mutattam már, hogy hogyan változik férfiaknál és nőknél, és ugye most ezt szeretném megmutatni, hogy ugye hogy osztályozzuk a magas vérnyomást, mert azért ugye ezt alapvetően osztályozni szóval nem csak a mértéke szerint, mert az egy dolog, hanem az eredete szerint. A magas vérnyomásnak látjuk, hogy a 95-99%-a az úgynevezett elsődleges magas vérnyomás, tehát az úgynevezett szervi probléma nincs mögötte, hanem szabályzási probléma van. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy olyan számítógépet, amelynek az úgynevezett hardware része az jó, csak az a program, ami fut rajta, az valamiért defektes. Tehát szoftver probléma van. Bonyolult beállítani ezt a vérnyomást, és itt bizony a reflexmechanizmusok, a központi szabályzás, nagyon sok minden jelenthet gondot. Ezek tartoznak az úgynevezett eszenciális vagy elsődleges formába. Ezeknek nincs közvetlen ok. Természetesen ezt úgy tudjuk kimondani, hogyha kizárjuk azokat az okokat, amelyek közvetlen problémát okoznak. A közvetlen problémának a lényege lehet a veseverőérnek a szűkülete, és olyankor a vese termel egy olyan hormonális anyagot, ami felemeli a vérnyomást áttételes úton. Lehet a központi idegrendszernek problémája a vérnyomás szabályzó központ mellett, lehet érellátási, vérellátási zavar, lehet gyulladás, lehet esetleg tumor, de az is elképzelhető, hogy a hormonális rendszerével gond, pajzsmirigy túlműködés, vagy alulműködés, vagy a mellékvese kéregnek a túlműködése, vagy a mellékvese velőnek a túlműködése. Tehát ezeket egy meghatározott algoritmus, tehát egy cselekvési rend szerint ki szoktuk zárni, és akkor ugye, ha direkt módon ez kizárható, akkor indirekt módon azt mondjuk, hogy ez eszenciális. Természetesen a kezelés szempontjából van ennek jelentősége, mert ahol közvetlen ok van, azt kezelnünk kell, a közvetlen okot, és akkor a vérnyomás rendeződni szokott többnyire. Ha pedig ugye úgymond szoftver probléma van, akkor pedig a megfelelő módon majd arra ki fogok térni néhány szóba, hogy akkor milyen megoldást tudunk választani. Na most ugye az a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen, hogyha nem az okozza a fő gondot, hogy megröccsenti a vérnyomás az ereket, mert ez már a legvégén szokott bekövetkezni. Hát láttuk ugye Rooseveltnek a pályafutásába is, hogy az a legeslegvégén volt, amikor ilyen történt. Mi a gond? Hát az a gond, hogy a valamennyi szervünkben közös erezetnek az úgynevezett középső simaizom rétege kezd megvastagodni az állandó tornázás miatt. Tehát hogyha valaki minden nap óránként egy 10 kilós szatyorral főre szaladgál az emeletre, vagy súlyt emel, előbb-utóbb meg fog erősödni. Hát az érfal is így van, hogyha neki állandóan küzdeni kell a vérnyomással, akkor az érfal meg fog vastagodni, és kialakul ez a bizonyos média, tehát középső rész túltengés, úgynevezett hipertrófia, tehát tömeggyarapodás jön létre, és ez azután egy működésbeli károsodást fog létrehozni, és ez a működésbeli károsodás lesz az, ami praktikusan az egész szervezetet érinteni fogja, mert minden szervünkben ott vannak az erek. Tehát ezért van az, hogy bekövetkezhet a központi idegrendszer vonatkozásában a szélütés, a szív tekintetében megvastagszik a kamra,
nem fog jó lenni a vérellátás, mert ugye nem nőnek hozzá az erek, tehát vérellátási zavar lesz, ritmuszavarok jelentkezhetnek, szívelégtelenség, megjelenik az eseteknek 10-15%-ában a perifériás érbetegség, ami azt jelenti, hogy a csodavinnél már nem tudok 500 métert sétálni, mert begörcsöl a lábom, csak 300-at, 100-at, 50-et, vérszűkület fog létrejönni. Az idegek is erekkel vannak táplálva meglepő módon, a nagy idegeknek is vannak saját ellátó erei. Jön a zsibogás, melegben nyúlok, hideget érzek, hidegben nyúlok, meleget. Mezitláb vagyok, mégis úgy érzem, mintha szőnyegen járnék, perzsaszőnyegen járnék. Tehát ezek a zsibbad a végtag. Tehát megvannak a jellegzetes tünetek, ugyanígy a veseműködés is kezd beszűkülni, de természetesen a látással is ugye sajnálatos módon ugye lehet probléma. És ez mind csak onnan indult, és akkor még nem beszéltem a koleszterinről, a húgycsavról, meg ugye más trigliceridről, hogy a vérnyomás nem volt megfelelő. Na most hát ugye akkor miért is kellene ezt nekünk olyan nagy kihívásnak tekinteni, hiszen tudjuk azt, hogy 115/75 higanymillimétertől, pedig az még optimális tartomány, hogyha delta, tehát abszolút értelemben 20/10 higanymilliméterrel növekszik a vérnyomás, akkor az úgynevezett szívvérrendszeri kockázat duplázódik. De azért nem kell elkeseredni, mert nem mindegy, hogy mi duplázódik. Mert ugye egy ilyen pici gyereknek is megvan a maga kockázata, de hogyha mondjuk egy 0,1 duplázódik, az 0,2 lesz. De hogyha 10 duplázódik, az 20 lesz, ha 20 duplázódik, az már 40. Ha meg egy 50%-os kockázat duplázódik, akkor 100. Tehát ez olyan, mint amikor a meteorológus bemondja, hogy mennyire várható az eső. Meg lehet ázni 2%-os valószínűségnél is, de azért mégis valószínűbb, hogy 90-nél fogunk megázni. Na most láttuk a sötét oldalt, akkor ugye az a kérdés, hogy van-e világos oldal. Tehát magyarul, hogyha elkezdem csökkenteni a vérnyomást, akkor visszafordulhat-e ez a helyzet, és hát ez demonstrálja ez az ábra, mert látjuk azt, hogy egy 10 éves követési idő az nagyon erősnek számít, és itt lehet látni a stroke-nak, tehát a szélütésnek a relatív gyakoriságát. Itt van a vérnyomás, az úgynevezett diasztolés érték, tehát a második érték, hogy minél magasabb a diasztolés érték, annál inkább nő a szélütésnek a gyakorisága, és minél magasabb a diasztolés érték, annál inkább nő a szívinfarktusnak a gyakorisága. Tehát ez egyenes arányossággal ezt meg lehet mutatni. És akkor már spekulálhatunk azon, hogy vajon visszafelé tud-e ez működni, de van még más probléma is. Meg lehet azt mutatni, hogy minél magasabb a vérnyomás, annál inkább el fogjuk veszíteni azt a képességünket, hogy percek alatt keresztrejtvényt fejtsünk, vagy pedig percek alatt benyomjuk a megfejtést a tévévetélkedőbe. Tehát magyarul az úgynevezett értelmi, tehát a kognitív és konatív képességek, az értelmi és a kapcsolásnak a sebesség az meg fog lassulni. Lefordítom, a gondozatlan magas vérnyomás elbutulást fog okozni sajnos, mert az agyi ereket pont úgy érinti, mint a vesébe. Ha a vesét érinti, akkor ott veselégtelenség lesz, ha az agyi ereket érinti, akkor vagy stroke lesz, vagy pedig ugye a magasabb szellemi képességek sérülnek. Tehát érdemes rá odafigyelni. És akkor itt van, amit mondtam, ami nagyon jó hír, hogyha csökkentem a vérnyomást, akár csak fél éves futamidővel, akár 5-6 higanymilliméterrel, akkor bármelyik nagy vizsgálatot veszem alapul, ezek a rövidítések nagy-nagy, több tízezer embert magas vérnyomásost érintő vizsgálatoknak a felmérései voltak, 5-10-15 éves van, amelyik akár már 50 éves futamidővel, mind azt mutatja, hogy bizony a statisztikailag vár csökkenés az 40%, és ténylegesen is, akinél leviszik a vérnyomást, 38%-kal csökken a butaütés veszélye. A biológiában az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második embert, akit egyébként egy magasabb vérnyomással megütne a guta, nem fog megütni a guta, nem fog elhúzódni a szája széle, és itt most idézőjelbetéve a csakot, csak a vérnyomást rendeztük. A szívnél itt nem ennyire egyértelmű a helyzet, ott körülbelül ugye 20-25%-ot várnánk, de csak 16 is nagyon sok, csökken az infarktus esélye, ez azt jelzi, hogy a szív az sokkal autonómabb módon működik, de hát azért nem mindegy az, hogy ugye minden hatodik infarktust el tudjuk kerülni. Mert itt lehet látni azt, hogyha 10 higanymilliméter vérnyomást tudok csökkenteni, akkor az bizony 40%-kal csökkenti a szívvérrendszeri történésnek a valószínűségét. És ez a CHD, ez a koronária jellegű mortalitás is 1/3-ával csökken. Na most ez nagyon szép, nagyon jó, bizonyítottnak tekinthetjük, de ugye amikor ott ül velem szembe valaki, a családomból,
az ismerőseim közül, a pacienseim közül, akkor azt szokták kérdezni, hogy de mondjuk velem konkrétan mi lesz? Mert annak én nagyon örülök, hogy statisztikailag tényleg ugye 40% megmenekül, de velem mi lesz? Hát erre, hogy ez a velem mi lesz, erre ad választ ez a táblázat. Mert ugye, hogyha viszonylag jobban sikerül 20/10 higanymilliméterrel, vagy kevésbé 10/5 higanymilliméterrel csökkenteni a vérnyomást, és bekalkulálom a kockázatot, a kis kockázatnál nincsen semmi egyéb, csak annyi éves vagyok, amennyi meg az a nemem, ami. A közepes kockázatnál ott már megjelenik a koleszterin, a nagy rizikónál ott már megjelenik mellette a cukor, és a nagyon nagy rizikónál ott már egyszer valakit ért valami. Átesett egy infarktuson, átesett egy agyi történésen. Itt lehet látni, hogy abszolút értelemben úgynevezett 1000 betegévre megelőzött eseményeknek a száma, itt konkrétan ennyivel kevesebb esemény történik, és az ábrának van egy nagyon fontos üzenete, hogy minél nagyobb a kockázat, amikor ugye elkeseredést váltana ez ki, annál hatékonyabban és annál jobban lehet megelőzni a történéseket. Na most ugye itt meg lehet kérdezni, mi a fene ez az 1000 beteg év. Ez úgy jön ki, hogy a megfigyelt betegeknek a számát megszorozzák a megfigyelésnek az idejével. Tehát, hogyha 1000 beteget figyelnek egy évig, az 1000 beteg év. Hogyha egy beteget figyelnek 1000 évig, akkor az is egy beteg év, ott nyilván az ember a megfigyelő pozíciójába szeretne lenni. Ugye, tehát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy nagy kockázat, érdemes csökkenteni a vérnyomást. Na most ugye akkor az a kérdés, hogy tudjuk-e csökkenteni a vérnyomást? Itt egy olyan adatot mutatok meg, ami azért ugyan nagyon nem lehet máshogy látni, ami azt mutatja a különféle országok vonatkozásában, csehek vannak, finnek vannak, németek, ugye szlovénok, stb., hogy mennyire tudják lecsökkenteni, mennyire tudják 140/90 alá vinni a vérnyomást. Magyarország nagyon jól áll meglepő módon ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy legalább 40%-ánál a pacienseinknek be tudjuk vinni 140/90 alá a vérnyomást. Természetesen a cél az lenne, a különböző adatok azért vannak, mert ugye különféle felmérési periódusokról van szó, de nagyjából egy tartományban vannak az adatok. Természetesen azt szeretnénk, amit sose tudunk elérni, hogyha ezt 100%-ban meg tudnánk tenni. Általában azt lehet mondani, hogy az összmagas vérnyomásos lakosnak a fele tudja azt, hogy magas vérnyomása van. És ennek az 50%-nak, aki tudja, hogy magas vérnyomás van, a másik nem tudja. Az 50%, aki tudja, annak a fele megy el az orvoshoz, és annak a felének a felét tudjuk jól kezelni. Ugye a magas vérnyomásnak az előfordulására, ugye mutattam adatokat, Magyarországon körülbelül 3-3,5 millió embernek van 140/90 fölött a vérnyomása. Tehát valami elképesztő mennyiség. És ugye, hogyha most megnézzük, és most ugye nem arról van szó, hogy az nem helyes, hogy akkora lobby ereje van a diabétesznek, tehát a cukorbetegségnek. Ugye a cukorbetegeknek a száma, ugye az gyakorlatilag 12-15-18%-ot tesz ki. Tehát a magas vérnyomás az minimum a kétszeres vagy a 2,5-szerese. A két állapot gyakran kötődik egymáshoz. Tehát az emberek, a cukrot mindenki nagyon komolyan szokta venni. A vérnyomást azt valahogy nem szokták annyira komolyan venni, a kettő együtt ugye az nem jó, hogyha megvan, tehát ezt érdemes mindenféleképpen komolyan venni. Na most mivel lehet csökkenteni a vérnyomást? Hát a legegyszerűbb és a legbonyolultabb az életmód változás. Tehát hogyha egy életmódi változást tudunk létrehozni, általában az első fokozatnál a 140 és a 160 között, ott meglehetősen jól tudjuk befolyásolni a vérnyomást életmódbeli. Itt most ugye az eszenciális magas vérnyomásról beszélek, tehát ahol nincsen szervi probléma. Mi az, ami bizonyítottan vérnyomás csökkentő? A dohányzásnak az elhagyása az bizonyítottan vérnyomás csökkentő. Maga a cigaretta az nem emeli a vérnyomást, sőt az első egy-két slukk ugye a nikotin miatt lejjebb is hozza, hanem ugye a hosszú távú dohányzás az élelmeszesedést fokozza, és láttuk, hogy az élelmeszesedés az milyen rossz nekünk. De mégis azt kell mondanom, hogy dohányozni nem elsősorban a magas vérnyomás miatt nem kell, amiatt se kell, hanem ugye a tüdő, a rák, a stb. Szív, koronária, tehát amiatt nem kell, de a vérnyomásnak sem tesz jót. Most mi a helyzet a testtömegnek a csökkentésével, és aztán ennek a csökkentésnek a megőrzésével? Általában azt lehet mondani, hogy minden kiló körülbelül 1,5 higanymilliméterrel viszi lejjebb a vérnyomást 10 kilóig. Tehát, hogyha valaki tudja 5-8-10 kilóval csökkenteni a testsúlyát, akkor körülbelül 10-15 higanymilliméterrel fog csökkenni a vérnyomása. Közösen ki tudjuk találni, hogy miért. Azért, mert ugye ahhoz, hogy az utolsó
zsírszövet részlet és megfelelő mennyiségű vérellátást kapjon, ahhoz nagyon nagy torkolati nyomást kell adni. Olyan, mint egy csöpögtető öntözésnél, hogy nagy torkolati nyomást kell ahhoz, hogy a legtávolabbi ponton is még csöpögjön az öntöző. Hogyha a rendszernek kisebb a hossza, akkor ugye kisebb nyomással is meg tudjuk ezt oldani. Ez 15 higanyméterig és általában 10 kilóig működik. A biasztorlés érték az körülbelül fél 3-4 higanyméterrel szokott visszajönni. Mi van az alkohollal? Hát ugye a kultúrát alkoholfogyasztása, annak nincs egyéb ellenjavallata, hát az nem ördögtől való. Általában 30-40 gram alkoholt szoktak ugye megjelölni napi szinten, hogy az még úgy körülbelül elmegy a halálozási statisztikákba. Nyilván egy fórumon, egy egészségügyi fórumon az ember nem mondhatja azt, hogy nyugodtan lehet inni. De azt mondhatom, hogy ha valakinek nincs kontraindikációja, tehát jó a mája, jó az idegrendszere, nem beteg a hasnyálmirigye, nincsenek idegrendszeri problémái, stb. A kulturált alkoholfogyasztás ugye az életünknek a részét képezi, de ugye mint ahogy nem gyógyulunk meg gyorsabban, ha egyszerre bevesszük az egész doboz gyógyszert, ugyanígy nem fogunk gyorsabban meggyógyulni, hogyha az egyhavi adagot egy este magunkhoz vesszük. Tehát ugye a 30 g alkohol az körülbelül mondjuk vörösborba, ugye másfél-két deci vörösbort jelent, körülbelül egy üveg sört jelent, de azzal együtt a sörre rendszeresen nem biztatnék senkit, mert a komló miatt ugye az ösztroid hatás, meg rengeteg kalória van benne. Tehát ugye az azért az emlőket növesztheti, meg hát ugye a pocakot is, meg volumen terhelést jelent a sör. Tehát az egy üveg elmegy, több üvegnél már azért nem lesz jobb. A töménnyel is ugyanez a helyzet, hogy egy-egy étvágy csináló, egy digesztívum az elmegy, azzal nincsen probléma, de hogyha valaki ugye tartósan ezzel akarja pótolni, nem lesz jó, mert azok az enzimrendszerek vitába keverednek az alkohollal, amik egyébként az alkoholbontását végzik, és általában az alkohol szokott nyerni. És ugye ezért van az, hogy tartós alkoholfogyasztásnál ugye nem fognak hatni a vérnyomás csökkentők. Ha meg valaki hirtelen komolyan veszi, és egy pillanatra másikra abba hagyja, akkor meg eltűnik a vérnyomása. Mert akkor meg ugye a gyógyszer kezd hatni. Tehát egyfajta kiegyensúlyozottságra van szükség, de általában, ha valaki vérnyomás csökkentőt kap, konzultáljon a normális orvosával, hogy hogyan kezelje ezt a kérdést, mert itt sincsenek fekete meg fehér megközelítések. Na most mi a helyzet a fizikai aktivitással? Mondtam, hogy körülbelül hetente 3x 30 perc úgynevezett, így mondjuk ezt, hogy szubmaximális frekvenciával, tehát mindenki, minden életkornak megvan az a szív működés sebessége, ami még nem ártalmas a 20 éves kortól a 100 éves korig, amit lehet csinálni. Ezt nagyon egyszerű kiszámolni, még én is meg tudtam jegyezni. A váltó áramból, amit nevezünk 220-nak, tudom, hogy 240, 220, ki kell vonni az életkort, és ennek a 3/4-ét kell venni. És akkor az az a szívműködési sebesség, amivel nyugodtan veszély nélkül terelhetjük ugye a szívet. Tehát, hogyha mondjuk valaki 60 éves, azt kivonjuk a 220-ból, akkor mondjuk lesz mondjuk 160 ez az érték, és a 160-nak, hogyha veszem a kétharmad részét, akkor körülbelül olyan 110-120 per perc körül, ha megy a púzus, azzal nem lesz bajom, hogyha erőteljesen sétálok. Nem kell futni, nem kell biciklizni, a séta kiváló. Hogyha valakinek az ízületei nem engedik, akkor biciklizhet is. Só. Egy átlag magyar naponta körülbelül mennyi sót eszik meg, mit gondolunk? Annál azért többet. Tehát körülbelül 12-14 gram sót eszünk meg naponta, már aki megeszi. Mindenki otthon mérje ki egy kis asztallapra 14 g sót, meg fog lepődni, hogy az a háziasszonyok nem lepődnek meg, a férfiak meg fognak lepődni, hogy ez egy mekkora kupac. És bizony ezt benyeljük. Hála a pékeknek, hála a kenyérnek, a péksüteményeknek, hála a fölvágottaknak, a mit tudom én minek. Mert ugye ízt, az kétféle anyaggal lehet adni. Sóval lehet adni, meg cukorral lehet adni. Ugye, hogyha valaki bemegy az egyik gyorsértermi láncba, mondjuk a Korzón, vagy mit tudom én hol, bárhol is, cukrot tesznek a sült krumplihoz. És azt teszi olyan ropogóssá, meg hogy rá lehet szoktatni az embereket, hogy a fene egye meg otthon nem ilyenre sikerül. Hát persze, mert otthon nem trükközök vele.
tehát nagyon-nagyon rafinált dolgok ezek. A sónál 4 grammot kéne naponta fogyasztani körülbelül, az menne el. Hát én már nagyon örülök, hogyha 6 grammra sikerül visszaszorítani. Itt ugye a nátriumkloridról van szó, nem a fémnátriumról, hanem a nátriumkloridról van szó. Ha már nem fürdetjük meg a paradicsomot a sóba, ha már nem sózzuk a paprikát, már nagyon sokat tettem, ha nem sózom utána a leves, már nagyon sokat tettem, és azért már a pékekkel is elég jó sikerült megállapodnunk a magas vérnyomás hipertenziumba, ugye, hogy csökkentik. A portugáloknál ott így izomból lenyomták a kenyérnek meg a péksüteményeknek a sótartalmát, körülbelül 3-4 évig, 1 évig nagy lázadozás volt, de minthogy mindegyik pék csinálta, ezért nem tudtak elutazni Spanyolországba, hogy vegyenek maguknak kenyeret, megszokta a nép, és 30%-kal kisebb lett a szívérrendszeri történéseknek a száma. Egészen fantasztikus. Tehát ez a stop show mozgalom, ez Magyarországon is van, csak Magyarországon valamilyen oknál fogja, ezt nem tudjuk keresztül vinni. Mert ha az egyik leviszi, akkor a másik biztos, hogy akkor az elkezdi járulni, és akkor azt veszik. Szóval ezek érdekes dolgok. Gyümölcs, zöldség, mediterrán diéta, ugye, szóval hallunk erről sokat. Hát ugye ez a mediterrán diéta, ez ugye a zöldségeket, gyümölcsöket, halakat jelenti, ugye egy deci vörösborral. Hát aki ezt meg tudja csinálni, az valószínűleg, hogy megengedheti magának. Mert azért Magyarországon ezt elkövetni nem egyszerű dolog. Egyébként azt szoktam mondani, hogy a mediterrán diéta akkor hat igazából, hogyha valaki tartósan ott tartózkodik a mediterrániumban, és akkor majd a diéta nélkül is jó lesz. Na most ugye egészében véve körülbelül 15-20 ganymillimétert azért ezekkel a módszerekkel lehet csökkenteni, és ezért ez nem kevés. Tehát magyarul egy 140/160-ból be lehet menni 140 alá pusztán ezzel. Na most ugye a kérdés az, hogy a gyógyszert akarok adni, akkor ugye azt látni kell, hogy mint a diabétesznél is, a cukornál is, hogy az alap az étrend. Tehát olyan nincs, hogy nyomom befelé a dobos tortákat, és akkor utána beveszek rá 2 tablettát, és akkor rendben van. Nincs ilyen. Tehát a vérnyomásnál is folyamatosan oda kell figyelni az étrendre, és ha kell, akkor gyógyszert teszek mellé. Hát ugye a kérdés az, hogy vajon mindegy-e, hogy mivel csökkentem a vérnyomást, hogy milyen színű macska fogja meg az egeret. Hát nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. A vérnyomás csökkentés legnagyobb haszna az a vérnyomás csökkentés tényéből származik, de a nagyon korszerű vérnyomás csökkentőinknek a nagy többsége az egyéb kedvező hatásokkal is rendelkezik. Itt lehet látni körülbelül, hogy milyen vérnyomás csökkentőket használunk. A hadszögnek a felső részén vannak az úgynevezett vízhajtók, ezek a tiazid típusú vízhajtók. Aztán, hogyha onnan balra megyünk, ott vannak az úgynevezett beta blokkolók, tehát a betalok és társai, ugye ezek ismert szerek, kinek konkor, kinek ez, kinek az, ezek jó szerek. A alján vannak az enzimgátlók, ez az úgynevezett konvertál enzimgátló, ez az, ami akadályozza, hogy a vesében termelődött renin nevű enzim, ugye ezt az angiotenzin 2-t megemelje, ez egy báziskészítményünk, ezt akkor is szoktuk adni, hogyha egyébként valakinél ez kevéssé csökkenti a vérnyomást, mert megvéd, olyan, mint az alapozó festék a rosda ellen, és aztán vannak az úgynevezett angiotenzin 2 receptor blokkolók, amik szintén akadályozzák, hogy ez a vérnyomás emelő anyag kifejtse az ereken a hatását. Vannak úgynevezett kalcium antagonistáink, ezek az értágító típusú készítményeink, és hát van egy kosár, amit az ugye úgynevezett egyéb vérnyomás csökkentőknek nevezünk, ebbe a központi idegrendszeri szereink tartoznak, amik a vérnyomás szabályzó központot befolyásolják, tartoznak ide olyanok, amelyek közvetlen értágító hatás van. Magyarországon jelenleg 1400-1500 környékén van, ez napról napra változik, a kapható vérnyomás csökkentőknek a száma, de valójában ez a rengeteg, még a doktorok számára is nehezen követhető mennyiség, ez a 7 nagy vérnyomás csökkentő családnak a tagja, amiket aztán természetesen lehet egymással változó mértékben kombinálni. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valakiben megvan a szándék, hogy csökkentse a vérnyomását, hogyha elhiszi azt, hogy a gyógyszer mellékhatás leíratokat az ügyvédeknek írják, és nem ugye a betegnek is az orvos tudja, hogy mit rendel, akkor igazából beállíthatatlan vérnyomás nincs, vagy ha van ilyen, úgynevezett rezisztens vérnyomás, akkor ott biztos, hogy a diagnosztikában valamit, hogy így mondjam, elnéztek, vagy nem gondoltak rá. Mert vannak egészen speciális vérnyomásformák is. Ezért van az, hogy a vérnyomás ellátásnak a rendszere az alapellátástól, a nagy többséget be lehet állítani,
a rendelőintézeten át, ott a többit is be lehet állítani, egészen ugye klinikáig terjed, ahol egészen speciális vizsgálatokkal meg tudjuk találni, hogy mi lehet a háttérben. Tehát beállíthatatlan vérnyomás, az praktikusan nincs. Na most hát mit jelent ez a napi gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy amit mondtam, hogyha magas normális a vérnyomás, akkor általában életmódbeli változtatásokat hozunk, és aztán itt van a jelentősége a fokozatoknak, a 160-nak, a 180-nak és a fölötte lévő értéknek, hiszen a gyógyszeres kezelésnek a megkezdésétől a nem gyógyszeres módszerek alkalmazásáig látjuk a ritmus. Ezt csak azért mutattam meg, hogy nem rögtönözéssel történik a terápiának a fölépítése, hanem egy meghatározott algoritmus szerint. Én magam is tudom sajnos, hogy vannak hozzáértő kollégáim, akik nem szokták elmondani, hogy mi a logikája a kezelésnek. Érdemes arra néhány percet fordítani, mert sokkal biztonságosabban tud valaki autót vezetni, én ezt a példát szoktam mondani, hogyha tudja, hogy a motorháztető alatt nem kicsi zöld manók pedálokat tekernek, hanem hogy mi a robbanó motor, meg hogy hogy működik, meg hogy mire kell figyelni. Mert hogyha valaki tudja, hogy miért kapta a gyógyszert, mi a hatásmechanizmus, miért nem kell tőle félnie, akkor sokkal jobban tud az együttműködés kialakulni, és egyébként meglepő módon ugye korábban beállíthatatlan vérnyomások ugyanazzal a terápiás rezsimmel remekül szoktak működni. Itt lehet látni a legutóbbi ajánlást. A legutóbbi ajánlás, amely 2018. augusztus 25-én jött ki, végre fölismerte azt, ugye ez az Európai Hipertonia Társaságnak az ajánlása, amit a Magyar Társaságunk is átvett, hogy valójában az a gyógyszer, ami a dobozban van, az soha nem fog hatni. Tehát a legrafináltabb terápiás rezsimeket lehet kitalálni, hogyha azt a paciensek nem alkalmazzák, és az egyik legszűkebb keresztmetszet ezen a területen a tablettáknak a száma. Én is napi szinten találkozok azzal, hogy minek ennyit meg, már azt mondta a gyógyszerész is, na ekkor szoktam begurulni, hogy a gyógyszerésznek. Tehát, hogy ugye, hogy nem kell, nyilván, mert azért van egy autónak 4 kereke, vagy 6 kereke, vagy 16 kereke, mert ahhoz a terheléshöz, ahhoz a használathoz annyira van szükség. Ugye azt szokták, hogy beállítjuk a vérnyomást, és akkor el lehet belőle hagyni. De meg szoktam kérdezni, hogy 4 keréken jól gurul az autó, kivegyük ki az egyik kerekét. És akkor, hát, ki lehet venni, csak akkor az már nem autó, hanem tricikli. Hogy el lehet venni még egy kereket, csak akkor az már nem tricikli, hanem akkor az már motorkerékpár. Meg lehet egy keréken is menni, az meg már a cirkuszban az artista. Tehát ugye örüljünk annak, hogy jó, örüljünk annak, hogyha egy szemüveggel jól látok, most azt tetszett tőlem kérdezni, hogy akkor levegyem a szemüvegemet. Hát le lehet venni, csak megint nem fog látni. Tehát ugye ezek állapotok, amiből lehet betegség, az állapotok azok hosszú évtizedekig tarthatnak, 80-90-100 éves korunkig, de ha elhagyjuk, akkor már akár 40 éves korban és 30 éves korban is tudnék mutatni szomorú példákat. Tehát a felismerés ott van, hogy lehetőség szerint adjunk egy tablettát, mert az egy tablettát nagyobb lendülettel, elfogadottsággal, nagyobb jó szándékkal beveszik a paciensek, és ebben az egy tablettában lehet két készítmény, általában egy úgynevezett enzimgátló, vagy receptorblokkoló, vagy kinek melyiket adjuk, adunk hozzá egy értágítót, vagy adunk hozzá vízhajtót. És rendszerint egy ilyen kombinációval be tudjuk állítani. De meg lehet kérdezni, mi a fenének kell kombináció, mi nem egyszer adunk. Azért, mert láttuk azt, hogy nagyon összetett a hatásmechanizmus, és az a jó, hogyha mindegyik hatásmechanizmus egy picit gátoljuk, mert akkor összegészében a hatás összeadódik, és a mellékhatások azok nagyon alacsonyak lesznek. Tehát nem jönnek azok a nagyon rossz mellékhatások, amiktől félni szoktak. És praktikusan veszély nélkül, a családi élet és egyéb problémák nélkül lehet csökkenteni a vérnyomást. Ha nem tudjuk beállítani úgynevezett kettős fix kombinációval, akkor még mindig egy tablettánál maradunk, és az egy tablettában már 3 hatóanyag van, azaz mellé tesszük az enzimgátót, vagy blokkolót, az értágítót és a vízhajtót. 3-as kombinációval szinte mindenkit be lehet állítani. Na most ez egy más kérdés, hogy attól, hogy valaki katolikus, még lehet kéményseprő. Tehát ez azt jelenti, hogy ha beállítom a vérnyomást, attól még lehet neki koszorúérbetegsége, lehet szívelégtelensége, lehet hevesebb ritmuszavar a szívelégtelenség, és akkor az úgynevezett béta blokkolókat, ugye a betalok és társai, azt mellé szoktuk tenni, de ő már a saját jogán kerül mellé, és nem feltétlenül a vérnyomás csökkenés miatt. És hogyha a vérnyomás úgynevezett rezisztens magas vérnyomás, azaz 3 készítménnyel nem tudom beállítani, amiből az egyik vízhajtó, ez a meghatározás, az úgynevezett
ellenálló vérnyomásnak, a rezisztens vérnyomásnak, mármint a terápiának áll ellen, akkor van az, hogy utána már érdemes specialistához küldeni a beteget, és akkor vannak olyan szereink, értágítóink, alfablokkolóink, stb., amivel biztos, hogy be tudjuk állítani. Azt szerettem volna elmondani az elmúlt percekben, hogy a vérnyomás egy nagyon fontos dolog, amitől létezünk és vagyunk, de csak annyi vérnyomás kell nekünk, amennyi kell, és ez 140/90 alatt kell, hogy maradjon. Ha fölötte van, akkor ez az életfontosságú szerveinket nagyon alattomosan, mint a korrózió, az erek által támadja, de nem gyógyszeres módszerekkel, és gyógyszeres módszerekkel ezt remekül tudjuk befolyásolni, és akkor évtizedeken keresztül lehet engem kérdezgetni, hogy kell-e ennyi tabletta. Mert aki megkérdezi és beszedi, az sokáig fogja ezeket megkérdezni, hogy ez így van-e. És hát ugye föl tudjuk akkor oldani a Kierkegaard-féle paradoxont, aminek az a lényege, ugye, hogy a tapasztalatainkat, azokat mindig visszafelé tekintve tudjuk megszerezni, de ugyanakkor előrefelé élve kell élnünk, és ezekkel a tapasztalatokkal ezt meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Kérdéssel kezdtem, kérdéssel fejezem be. Az első ugye Roosevelt volt. Ezen mi van? A magányos cédrus. A festő. Ugye egy gyógyszerész, ugye? Csontvári Koszka Tivadar. És miért tettem ide utolsónak ezt a képet? Így van, 1919. június 20-án halt meg. Ma van a halálának, a mai napon van a halálának a 100. évfordulója Csontvárinak. Köszönöm szépen!